Továbbra is biztosított Magyarország gázellátása. Szeptemberben és októberben a Gazprom a hosszú távú szerződésben rögzített mennyiségen felül naponta maximum 5,8 millió köbméterrel több földgáz szállít Magyarországra Szerbián keresztül. Augusztusban a hosszú távú szerződésen felüli plusz gázszállítás maximális mértéke 2,6 millió köbméter volt. Ezt emelték most szeptember 1-től napi maximum 5,8 millió köbméterre. Fábián Barna folytatja a reggeli első vendégével. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, Menzer a Külgazdasági és Külügyminisztérium két oldalú kapcsolatokért, fejlesztésért felelős állam. jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ez az 5,8 millió köbméter szeptember és október napon, de nyilván ez egy átlag dolog, ez a maximum, mert maximum. hát attól függ, hogy éppen milyen lehetőségek vannak, de már nyugatról megint elkezdték támadni, hogy minek, hát van szankciókat, most hogy... Hát nézze, nekünk teljesen mindegy, hogy különböző nyugati vagy akármilyen nemzetiségű és párt rendelkező politikusok vagy újságírók mit mondanak. Nekünk egy világos célunk és szándékunk van, egyébként is a konkrét kérdésen túlmenően is minket mindig kizárólag a magyar érdek és a magyar emberek képviselete vezérel. Ebben a konkrét kérdésben is értem szerint az energia kérdésben is. Tehát nekünk egy feladatunk van és egy célunk, hogy az ország energiabiztonságát és energiállátását megvédjük és fenntartsuk. Azt mondtuk, hogy ezt is fogjuk tenni. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen nyomást helyeznek ránk, teljesen mindegy, hogy hogyan minősítenek bennünket, nekünk ez a feladatunk, ez a dolgunk, és ezt is tesszük. Ugye a mint fél éve tart, többfajta fenyegetést jelent, fizikait, gazdasági és energetikait, sőt konkrétan energiaválságba sodorta a háború, illetőleg az arra adott szankciók Európát. Nekünk van egy hosszú távú megállapodásunk, gázbeszerzési megállapodásunk Oroszországgal, ez adja a biztonságunkat, hiszen ez az éves fogyasztásnak nagyságrendileg a felét lefedi, és a hosszú távú megállapodásban lévő mennyiségeken felül állapodott meg most külügyminiszter úr, ahogyan ön is említette, augusztusra maximális 2,6 milliós napi szállításra, és valóban szeptember-októberre maximális 5,8 milliós napi szállítással, tehát nálunk van gáz, már hogy érkezik a gáz, éppen ezért más típusú gáz és probléma nincsen. És, és mi tudunk fűteni, a magyar emberek tudnak fűteni, és amikor hideg lesz, akkor is ez biztosítva lesz, és a magyar ipar és gazdaság pedig működni tud, és tud majd a jövőben is. Ugye, 30 fokban és kánikulában könnyű fűtésről beszélni, de most már jönnek a hidegebb napok, hetek és hónapok, és majd meglátjuk, hogy azok a politikusok, akik bennünket minősítenek, a saját házuk táján eh, hogyan tudnak elszámolni és ott hogyan állnak majd. Semmi közön beleártani maga más ország belügyeibe, de a német külügyminiszter azt mondta, hogy itt most ilyen szankciók ügyében őt nem is igazán érdekli, hogy mit mondanak a választók, tehát van egy másik, Vélemény. De mondom, ez az Igen, én, 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 sem szeretnék más országok belügyeibe beleszólni, mert mindig megadjuk a tiszteletet a másiknak, és az úgy gondoljuk, hogy az, ami ott történik, az a, az, ottani polgárok dolga, majd ők eldöntik, hogy nekik tetszik-e, vagy nem. De az biztos, hogy a mi felfogásunk az az, hogy meghallgatjuk a magyar embereket, minden fontos kérdésben meghallgattuk. Legutóbb például volt egy parlamenti választás, ott is elmondták világosan, hogy a háborúról mit gondolnak, hogy abból ki akarnak maradni. És azt gondolom, hogy ha megkérdeznénk a magyar embereket, hogy szeretnének-e fűteni télen, akkor valószínűleg azt mondanák, hogy igen. És hogy működjene az ipar és a magyar gazdaság, és amikor munkahelyek megmaradjanak, akkor valószínűleg azt mondanák, hogy igen. De hadd mondjak, ha már nemzetközi kitekintést említett néhány számot, az éves európai gázfelhasználás 400 milliárd Köbméter. Ennek majdnem a fele, közel a fele orosz gáz. Aki azt mondja, hogy összeurópai szinten az orosz gázt rövid, belátható időn belül ki lehet váltani, az egész egyszerűen nem mond igazat. Három tényezőt kell figyelembe venni. Ugye azt mondják, hogy az orosz gázt úgynevezett LNG-vel lehetne kiváltani, ez a cseppfolyósított gáz, amit vizen szállítanak. Van e Európában elegendő fogadási kapacitás LNG-re, LNG terminál? Nincs. De ha lenne is, van-e a világban elegendő szabad LNG kapacitás nincs, és még ha mindkettő igaz lenne, egyik se igaz, de ha mindkettő igaz lenne, akkor nincs elegendő csővezeték és vezeték kapacitás, amivel el lehetne a, a beérkező gáz szállítani. Tehát három feltétel legalább van, egyik sem áll fenn a kapcsolatban, hogy az orosz gázt ki lehessen váltani. És még valami, összeurópai szintről beszélek. És még valami. Azt mondták, hogy a szankciókra azért van szükség, hogy, a, hogy Oroszországot sújtsuk, és a háborút megállítsuk. A háború folytatódik, a Gazprom pedig megnéztem most, hogy idejöttem jöttem önhöz, a Gazprom pedig az idei első fél évben 41,5 milliárd dollárnyi rekordnyereségre tett szert, ez kétszerese a tavalyi nyerességének. Ez egész amikor... éves nyereség. A, a fél évet, fél, ha fél, fél évhez a, a a, a, a hasonlítjuk. Tehát 41,5 milliárd dolláros nyereség, ami, ami, ami rekordszám. Tehát azt láthatjuk, hogy hogy az oroszok azok nem hogy a pénzüknél vannak, hanem messze a, a, a várt vagy korábbi összegek felett vannak, Európa pedig energiaválságban van, Ebből azonban Magyarország lokális kivétel. Ez amikor a szankciókat erőltetik, és azért le kell szakadni az orosz energiahordozókra, milyen hamar csak lehet, de hát ehhez évek szüjelenek, hát azonnal nem megy, ezt már szakemberek is meg, megmondták. Nem olyan ez, amikor van egy zsáktelepülés, település, egy utcán lehet bemenni, és azt mondja, hogy nem, a másik oldalról közelítsünk, mert különben nem kap támogatást el. De hogy jöjjek be? Hány száranyom, csak ott lehet bejönni. Hát ha építenek utat, akkor ott jövök, de ameddig egy út van. Igen, hát erre szoktam mondani a külügyminiszter úr, hogy, hogy ideológiákkal és, és izgalmas gondolatokkal és mondatokkal fűteni nem lehet. Tehát a fűtés az a fizikai valóság, a realitás kérdése, még konkrétabban források és vezetékek kérdése. Tehát onnan lehet gázt vásárolni, legalább két feltételnek teljesülnie kell, legyen gáz, tehát legyen forrás, és legyen mód, ahogyan azt elszállítjuk. Ugye Magyarország egyébként a házi feladatát teljesítette, tehát ezt is hadd tegyem azért hozzá, mert szoktam látni izgalmas baloldali politikusokat, pontosan izgalmas mondatokat hallani tőlük, meg elemzőket, még a minap is pedig már számtalanszor elmondtuk, hogy a mi a házi feladatunkat elvégeztük, a hét szomszédos országunk közül hattal van gáz interkonnektorunk, gáz összeköttetésünk, vagy hát vezetékes összeköttetésünk, tehát mi készek és képesek vagyunk arra, hogy, hogy tulajdonképpen bármilyen irányból gázt vásároljunk. Nem rajtunk múlik, hogy nincsen olyan felelhető forrás, és nincsen egyébként más út útvonal, hogy a gázt ide lehessen szállítani. Például a Kriki LNG terminálon is van hosszú távú megállapodásunk, ott egyébként a legnagyobb vásárlók mi vagyunk, de ott a kapacitás sokkal kisebb annál, mint amire nekünk szükségünk lenne. Vagy például a romániai Neptun gázmező, ez egy fekete tengeri gázmező, ott is volt és van kitermelési lehetőség, egy amerikai és egy orosz cég birtokolta, 3 milliárd éves köbméterre volt megállapodásunk, az éves fogyasztásunk 10, tehát abból a három egy jelentős mennyiség, de a, a kitermelési jogokat birtokló vállalkozások a kitermelést nem kezdték meg. Tehát azt szeretném csak mindezzel mondani, hogy mi a saját feladatunkat elvégeztük, szeretnénk és nézzük, hogy honnan lehet gázt vásárolni, tehát egészen egyszerűen az, az hogy is mondjam, csak nem, Alkolható ide az asztalról, vannak objektív feltételek. Utolsó percen mindig azt mondják, hogy mekkora a gáztározók feltöltöttsége, de tudom, hogy itt kettőféle megközelítés van. A gáztározó kapacitáshoz mérten, meg a magyar fogyasztáshoz. Meg. Igen, itt is egy félrevezetés zajlik. Én őszintén szóval nem mindig értem egészen pontosan a, a, a különböző európai kollégákat, elemzőket és újságírókat, de nem kell nekem mindent érteni, ugyanis a valóság az pillanatokon belül ki fog derülni. Tehát lehet azt mondani, hogy egy gáztározó töltöttsége 90 százalék, meg 150 százalék, meg akárhány százalék, csak ez önmagában semmit nem jelent. Az a fontos, hogy az éves fogyasztáshoz képest mi a töltöttségi arány, hiszen nekem azt kell nézni, hogy a, az embereknek mennyit tudok adni, és a fogyasztást milyen mértékben tudom biztosítani. Ha a fogyasztást nézzük, akkor Magyarországon a, a gáztározók töltöttsége 37%-os, az európai átlag pedig valahol a 21% környékén van, tehát mi messze, messze előrébb vagyunk, és előrébb járunk. Tehát még egyszer azt tudom mondani, hogy mi az energiabiztonságunkat és az ország energiállátását megvédtük eddig is, és meg fogjuk védeni a jövőben is. Az, hogy nagyon drukkolok mindenkinek, minden országnak természetesen, hogy legyen elegendő fűtőanyag és ne ebből probléma, de az szinte biztos, hogy izgalmas és hát nem az izgalmas, jó szó, hogy nehéz időszak elé nézünk a háború és az elhibázott szankciók miatt. Ez is azt mutatja, hogy a béke felé kellene végre menni. Államtitkár úr, köszönöm szépen. Én is köszönöm.